az érdekesség kedvéért ezzel a TNS ózonizátorral végezzünk egy kis kísérletet. Egy csöpnyi tintával meg fogom színezni ezt a pohár vizet. Pillanatok alatt ugye kemény kék szín lett, és nézzük meg, hogy néhány perc alatt mi fog bekövetkezni az ózon hatására. Érdekes, hogy szinte látványosan elkezd elhalványodni. Még egy perce sem megy, és már látszik, hogy mennyivel világosabb a színe. Ugye szinte hihetetlen. Hányszor csináljuk ezt a kísérletet, annyiszor rácsodálkozok a hatásra. Elképesztő, most telt le az egy perc. És mindjárt teljesen tiszta a víz. Hát, a kékségből alig-alig látszik valami. Hát kérem szépen, valami hasonló dolog történik a káros anyagokkal is. Tehát legyen ez a csapvízben benne lévő különböző szennyező anyagok, fémsó maradványok, de ha baktériumok vagy vírusok kerültek bele, azokkal is hasonló dolog fog bekövetkezni. Egész egyszerűen el fog tűnni a folyadékból, a vízből, károsan. Ugyanúgy, mint ahogy a tinta, immáron két perc elteltével gyakorlatilag teljesen eltűnt ebből a pohár vízből. Én úgy gondolom, hogy meglehetősen látványos és meggyőző kísérletet folytattunk, és ez bizony igaz minden másra.